szót, tehát Saul fia Diszlet, és ennek a téralkotásáról, hogy hogyan jött létre a tér, arról szeretnék beszélni. Egy picit visszamegyünk a történetbe, amióta filmezés van, azóta van díszletépítés és díszlettervezés, és hol kisebb, hol nagyobb, ez egy nagyon nagy van, amikor 1920-ban egy bizonyos Griffith nevű ember csinálta, amit ő volt a rendező. Amikor ezek a díszletekre forgatnak, akkor a díszletet látja a rendező, látja az operatőr, látja a színész, és látjuk mi a néző. Aztán jött az új korszak körülbelül 100 év múlva, amikor bazi nagy zöld dobozokat építettünk, mi mint díszlettervezők, két kapek ottan, nem tudom én, vívott valamilyen botokkal. Ezekben a díszletekben a rendező nem látta a díszletet, az operatőr nem látta a díszletet, a színész nem látta a díszletet, mi láttuk, mint nézők, és tudtuk, hogy ez egy űrhajó belső, ahol éppen lézerkardra vívnak. Aztán jött a Saul fia, ami tulajdonképpen ennek az inverse-e, vagyis azt mondhatnám, hogy a Saul fiában megépült a díszlet, a forgatás közben látta a rendező, látta az operatőr, látta a színész, és mi nézők nem láttuk. Azért, mert homályos volt, blőrös volt, nem volt fókuszban, nem láttuk, de mégis értettük. És ez a kérdés, hogy ez hogyan van. Most erre lehetne egy szóval is felelni, ez pedig a hang. Tehát tulajdonképpen az egy nagyon fontos dolog, hogy a hang az térképző elem, vagy térleíró elem. Hogyha a világirodalmi példához akarnék fordulni, akkor Thomas Mann Varázshegy, a főszereplő Hans Kanstor ül az ebédlőbe, háttal a ajtónak, vagy háttal a bejáratnak, valaki becsapja az ajtót, nem csak az, hogy tudja, hogy ez egy kétszárnyú üvegajtó, nem csak az, hogy tudja, hogy ez nem a spájz ajtó vagy a klozet ajtó, hanem tudja, hogy ez az ebédlő ajtója, de még azt is tudja, hogy ez Madame Sosa, aki becsapta az ajtót. Szóval gondoljanak arra, amikor egyedül vannak otthon, valaki elkezdel a kulcsa zörögni a zárba, annélkül, hogy látnák, tudják, hogy ki az, aki a kulcsa lépve ki akar nyitni az ajtót, tudják azt, hogy merre megy, hogy az előszobába megy, a WC-re megy, hogy a konyhába lepakolni a bevásárolt szatyrokat, tehát hogy mit csinál, magyarul a hangok leírják az egész teret. És olyan tereket is leírnak, amelyek ismeretlenek számunkra. Tehát egy Unplugged koncertnél, annélkül, hogy látnánk, hogy Unplugged, tudjuk, hogy Unplugged. Nem kell hozzá látnunk, a hangokból tudjuk, vagyis a hangok azok tanulhatók. És nagyon sok információt tartalmaznak a térről. Tehát azt mondhatnám, hogy a Saul fiának két díszlettervezője volt. Az egyik az a hangművész vagy sound designer Zányi Tamás, a másik meg Szerénysége. Tehát mindig emlékezzenek a hangokra, hogy ez egy nagyon fontos térinformáció. Köszönöm szépen! Sziasztok! A következő előadónk a Minta oldaláról pedig Révész Ádám lesz, aki IT rendszerek szabványosított elemekből előadásáról a előadásának címe. Az helyzet, hogy ugye ő azt a pletykát hallottam, hogy reggel a hajmosás vagy előadásírás között kellett döntenie, és előadást írt, úgyhogy hallgassátok! Köszönöm szépen, szépies promó! Szeretünk! Hallottam azt a mondást, hogy ez okoshatunk szexi, hát ez a nyitsuk, vagy tűnjek hülyének. Tehát, mint elhangzott, IT rendszerek szabványosított elemekből, most nagyjából megígyeztem, hogy hol járok idővel. Tehát, hogy volt az igény lényegében? Az előző témán azt tudnám csatolni, ahhoz, hogy szabványos elemeket hozzunk létre, ahhoz kellett nekünk az az igény, hogy egyes szolgáltatás, akár egy számítógépen, akár nagyon sok számítógépen, akár egyszerűen csak egy szerver házban, de együtt tudjanak élni. És ezért kellett az, hogy nagyon jól elszaparáljunk környezeteket. Ja, tehát igen, itt az előadásom címe. Pontosabb előzmények, tekintsük el a történelmet röviden, mert készültem arra, hogy páran, akik a New Tech Meetup-ról jönnek, így jól belekérdeznek majd, hogy de igazából ez már létezett. Tényleg, nagyon sok minden létezett ebből, ezelőtt is.
De a másik felére, a közönség másik felére térve inkább egy kicsit lájtosabban fogalmaznám. Tehát az a lényeg, hogy egyszerűen még anno 79-ben volt egy olyan, hogy CH-Root. Ezzel igazából annyit tudtunk, hogy egy-egy programot, folyamatot, amikor elindítottunk ennek, tudtunk egy mappát adni, amiről azt hitte, hogy ez az egész számítógép. Ez megelőzte azt, hogyha valaki például feltört a szolgáltatásunk akármi, az szépen ne tudjon hozzányúlni más szolgáltatások különböző tartalmaihoz, a file rendszerhez, így aztán megóvhattunk elég sok mindent. Ezután jött a FreeBSD, ugye már amikor a Unixból lett Linux, BSD, és innentől egész este sorolhatnánk. Tehát a szolgáltatásokat így tisztában kéne elválasztani egymástól, nem csak a file rendszer szinten, hanem külön esetleg hálózat, memória, stb. Szinten. És ezt meg is oldották, később a Linux a talán mondhatjuk a legnépszerűbb Unix implementációnak is. A CS mechanizmust átvette, és ugyanezt megcsinálta, tehát igen, ez már létezett Linuxon és ezelőtt is. Fontos az Oracle Solaris-t említeni, hogyha az Oracle-t jó névvel lehet említeni, akkor ez például egy olyan, amiért tényleg lehet. Csinált egy olyat, egy snapshot cloning, rétegelt file rendszer, ez annyit csinált, hogyha ugyanazt akartuk felhasználni nagyon sok helyen, akkor nem kellett ugyanazt nagyon sok helyre lemásolni, hanem egyszerűen meg tudtuk hivatkozni egészen addig, amíg nem módosítottuk. Ezután jött a Google, mert innenhová jön a Google. Így ők kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha ezt az egy környezetet, amit csinálnak, akkor nem egy folyamatot csinálnak, hanem sokra, így egy szolgáltatást tudunk úgy definiálni, hogy több szolgáltatásból áll, magyarán össze tudjuk építeni ezekből a kialakuló, még nem szabvány elemekből egy teljes egészet, mint a LEGO darabkákból. Tehát ezután meg jött a Linux Containers, amit most csak azért írtam fel, hogy megalapozza a kettővel későbbi szlájdomat, mert van a Java, mondtam az Oracle-t, nem szeretnék róla beszélni, ezért nem beszélek róla. Valójában röviden miért nem, nagyon jó és elismert, és tényleg ott van a business value, viszont teljesen más világ itt, és csak önmagával foglalkozik, amiért most inkább mi is önzőek leszünk, és kihagyjuk. Tehát nézzük, jött a Docker, fú, de jó, mindenhol halljuk az interneten, de mégis miért olyan jó ez nekünk? Azért, mert először is ráépített valamire, ami már létezett és sokan használták, mert igaz, hogy már Runcével lecserélte, valamint csinált egy saját bizottságot. Hát igazából lényegében volt egy bizottság már azelőtt is, de ezt nagyjából most már ő uralja, és csinált egy konténer szabványt, tehát kimondtuk szabványt, amire onnantól lehet építeni. Ez a szabvány, ez igazából image layeringről szólt, hogy legyen az, hogy egy szolgáltatás, vagy egy szolgáltatás elemét egyszerűen egy fájlból, egy úgynevezett Docker fájlból, termék megjelenítés, tehát a Docker fájlból tudjuk szépen definiálni egyszerűen az, hogy hálózatom milyen interfészeken fog válaszolni, milyen file rendszer követelményei vannak, stb. Stb. És ezeket egymásra tudjuk építeni úgy, hogy a paramétereket futtatás során szépen szabványosan tudjuk megadni. És hát a cross-platform ezt megcsillagoztam, de hogy miért van szükség arra, hogy cross-platform legyen. Nagyon eddig BSD-n, Linuxon működött a saját dolgunk, viszont aki IT World-ben dolgozik, és vagy fejlesztő, akkor mondta, de a menedzser, aki hallotta azt a kifogás fejlesztőt, hogy hát de ez nálam otthon még működött, de igazából ezt akart eliminálni, hogy ugyanazt a környezetet tudja szépen futtatni, hát vagy hasonló környezetet tudja szépen futtatni a fejlesztő önmagánál, mint ami esetleg egy 120 gépes szerveren fog futni, egy szerverparkon. És hát a Docker világ az hoz magával nagyon sok tök jó terméket, ami rászoktat minket a Dockerre, de ezt most igazából kihagynám. És ugye, hogy a szabványelmeből felépített rendszerekről beszéljek, ez az orkesztráció. Lényegében ez a gyerek, aki a legókat így összerakosgatja egymásba, viszont mi mondjuk meg neki, hogy hogyan. Tehát ez a jó gyerek. És nem hagyja ott este a hálószoba padulján. Tehát így igen, lényegében ő ezeket a szabvány paramétereket, amikről itt beszéltünk, ilyen nem csak egy szájtelerik, amikről beszéltünk, ezeket így szépen fogja és alkalmazza, akár több számítógépen, tehát átmegy szomszédhoz és megépíti ugyanezt, aztán majd voki-dokival ezzel beszélnek egymással. Lényegében ennyi. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Várom a kérdéseket hozzám is, és látszottam a úrhoz is. Thank you.
Nem. Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e díszletet a hangélményhez? Tehát, hogy a hangélmény, tehát, hogy mi van előbb, a hangélmény vagy a díszlet? Tehát lehet-e úgy csinálni, hogy én először a hangélményt tervezem meg, és utána ahhoz a díszletet, hogy az azt a hangélményt adja, amit elvárunk? Voltak erre kísérletek? Lehet. Tehát volt olyan kísérlet, hogy valaki egy olyan tánctermet épített, hogy amilyen ritmusban elkezdett táncolni, úgy szólalt meg a zene. És ez fordítva is lehetséges. Velencei Biennálén, építész Biennálén voltak ilyenek. Ugye ez az az érdekes szerintem, amivel nem volt idő mondani, hogy a hang az nagyon fontos, de ennél még sokkal fontosabb az illat és a szag. És arra nincs, tehát ezt nem tudjuk tanulni. Tehát nem akarok most szerelmi háromszögekbe, WC illatokba, drága dombillatokba belemenni, de hogy ezeket csak empirikus módon tudjuk megtanulni, és valószínűleg azért, mert nem tudjuk rögzíteni a szagokat. Nincs szagrögzítő, míg hangrögzítő van. Nincsen szagjáték, pedig hangjáték már van. A digitális világban nem találok szakkönyvtárakat, míg hangkönyvtárat rengeteget találok, pedig ha lehet, ez még sokkal fontosabb. És most mindenki gondoljon bele, ennek is van világirodalmi példája, Proustnak a bizonyos eltűnt idők nyomában, a bizonyos Madeleine illata, ami 7 köteten keresztül tud róla írni. Parfüm. Kérdés, esetleg? A doperes előadással kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy mennyire tartod jó ötletnek, hogy az informatika az elmúlt 40 évben azt csinálta, hogy ha valami már nagyon kusza volt, akkor azt nem újraírta, hanem húzott fölé még egy réteget, hogy még magasabb kusza tornyunk legyen. Tehát, hogy mennyire tartom ezt egy elfogadhatónak, jónak a lényegében? Erre igazából nem is tudnék más mondani, amit lehet vele vitatkozni, de az ELTE informatikai kar dékánjától idézem egy funkcionális programozás előadásról, és akkor majd ő talán ezt validálja. Drágább hardvert lehet venni, viszont gyorsabb programozót nem. És akkor ezt az overheadet, ezt így nagyjából a piaci igényekkel szemben így lehet mérlegelni. Meglepő módon nem az IT-ról szeretnék kérdezni, hanem azt szeretném kérdezni kicsit az előzőhöz kapcsolódva, hogy mennyire jellemző, hogy egy díszlet áttervezésre kerül, mert rossz a hangja? Az nagyon sokszor előfordul, hogy hangszigetelni kell utólag, mert hogy nem elég hangszigetelni. Ugye a díszlet az mégiscsak díszlet, bár úgy néz ki, mintha nem az lenne. Aki ért egy kicsit az akusztikához, azt mondhatnám, hogy mindegyik hangkönnyű anyag, tehát furlém nem ez, ezért bár úgy néz ki, mint egy várfal, de nem nehéz, ezért rezeg, ezért úgy viselkedik, mint egy membrán. És ezt néha ki kell küszöbölni, mert az én barátom, aki tervező barátom, mert hogy tereket is csinál a hanggal, az elkezd örjöngeni, hogy hallom az M3-as zaját a díszletben. Utolsó kérdés, utána még lehet személyesen is felteni kérdéseket. Én a díszlet kapcsán azt szeretném tudni, Laci, hogy végül is a Sahófiában a film épített egy bizonyos közösségi emlékre és tudásra. A történet kapcsán, aki valaha hallott róla, vagy olvasott róla, annak volt elképzelése. De nem lehet minden filmet így a hangtérre hivatkozva megcsinálni. Tehát vannak a filmek többségében, muszáj látni a teret ahhoz, hogy elhiggyem, amit a mozi mutat. És akkor mi van? Tehát akkor, hogy a hang meg a... Tehát, hogy itt a hang valóban fölé rendelt viszonyban volt, de ez nem jellemző. Izlandon az emberek soha nem láttak olyan ketyerét, valamit, ami két ilyen hosszú vasdarabon fut és baromra az akaton. Tehát ilyet ők nem láttak, mégis a vonat hangját ismerik, és tudják, hogy az vonat. Tehát miért ne lehetne? Hát az előbb mondtam a hangjátékot. Hát van olyan hangjáték, amiben nem látok semmilyen teret, mégis tudom. Tehát tudom azt, hogy az én hangom, hogyha ezen a hangon beszélek, akkor ez nem egy templomban szól.
hanem egy ilyen térben. És hogyha egy picit elkezd visszhangos lenni, akkor rögtön magam elé képzelem azt a sokkal nagyobb teret, ami egy templom. Tehát, hogy igenis a számunkra, tehát a hang az a számunkra sosem látott tereket is le tudja írni. És valamilyen információt, nem pontos információt, mint ahogy a fénykép meg a film sem ad pontos információt, de valami információt ad a térről. Tehát azt gondolom, hogy lehetséges, mert hogy ez a, mondom, az nagyon fontos, hogy tanulható. Nem tudom, hogy ebben a teremben kihallott egyszer is lövés. Igazi volt. Egy. Most szerintem azt mondanám, hogy ki ismer meg lövést, hogyha igaziból hal, valószínűleg nagyon sokan föltennék a kezüket, mert ismerjük. Ugyanúgy, hogy az izlandiak ismerik a vonatzaját, ugyanúgy mi ismerjük a lövésnek a zaját, pedig sosem hallottunk életünkbe. Tehát nem, azt gondolom, hogy ez a meccs még nincs lejátszva, tehát nincs kiaknázva, de azt gondolom, hogy nagyon sok lenne a lehetőség, és igazából nagyon kevesen használták ezt tudatosan, legalábbis annyira konzekvensen és tudatosan, mint a Saul fiában, nagyon kevesen használták. Köszönjük szépen Ádámnak és Lacinak! Köszönjük.